A szovátai napi piacon több kis termelő kínál változatos virágokat. Az idei évben is a legkelendőbb a krizántém, amely a részvét és a szeretet virága. Ebből van a legnagyobb választék a piacokon, és nem mellesleg jól bírja a hideg időjárást. Ez a fajta megtalálható szálas formában és cserepes kiszerelésben, valamint több méretben és színben. A szovátai napi piacon az árak 5 lej és 60 lej között mozognak. Az idei évben is sokan kilátogatnak a temetőkertekbe, minden szentek és halottak napján, vagy ezeket megelőzően, hogy virágokkal, gyertyákkal emlékezzenek meg elvesztett szeretteikről. Ahogy minden évben lenni szokott a városokban, falvakban, a virágárusok már az esemény előtt eladásra kínálják áruikat. Idén is szebbnél szebb virágok közül lehet válogatni. Cserepes vagy szálas, kicsi vagy éppen nagy, bokros, fehér, sárga, ciklamen vagy piros. Rengeteg szempont van, amely alapján választhatnak a vásárlók, az érdeklődők. Az emlékezéshez vásárolt virágok kiválasztásánál a legtöbben azt veszik figyelembe, hogy szolíd, visszafogott, rendezett összkép köszönjön vissza a sírokról a díszek által. A szovátai piacon bőséges a választék. Egy héttel ezelőtt szoktunk kérni a piacra, az körülbelül úgy van, hogy 23-24-én jelenünk meg. November 1-én meg kint vagyunk, 3-4 óráig, meg a tisztelet miatt meg kell adjuk az ortodoxoknak is a tiszteletet. Az azt jelenti, hogy teszünk félre valamennyi virágot, ami 7-8-ára novemberben még nekik is tudjanak világítani, ők is tudjanak világítani, még jövünk 1-2 napot a jövő héten. Inkább a cserepes, meg felénk színeseket is vesznek, vannak helyek, ahol rengeteg fehéret kérnek. Itt felénk a cserepes veszik inkább. A legkedveltebb szín egy lila, fehér, piros, és mondom már 2-3 éve, ami eddig nem működött, nagyon veszik a sárgát is erre felé. Az árusoktól megtudtuk, hogy egy pár éve már napokkal, hetekkel november 1-e előtt megvásárolják a krizántémokat, de még most is akad olyan, aki utolsó pillanatra hagyja, vagyis november 1-én délelőtt veszi meg a temetőbe szánt virágokat.